Garam miután szülőföldjét, a kárpáti magaslatokat elhagyja, de mielőtt még bevégezné útját a síkvidéken, átfolyik a Selmeci-körhegységen. E vulkáni hegycsoport egyik tagja a Zsitva völgyével a Tribecshez és a Madarashoz kapcsolódó Újbányai hegység. A külső és belső természeti erők addig építették és pusztították, míg kialakították mai képét. Erdős hegyoldalak, andezit kőtengerek és merész ormok jellemzik. Völgyeiben magyar nemesek és szerzetesek, német bányászok és tótfamunkások hagyatékai, templomok és várromok, ódon bányavárosok és hegyi szorványtelepülések jelölik ki a magyarság északi nyelvhatárát. Körtúránkat Garam-Szent Benedeken kezdjük. A Garam mentén Újbányára megyünk, majd az Óhutai vízesés érintésével emelkedünk fel a hegységre, a Vojsingerincén futó tanösvényre. A vonulat északi végét elérve, Pálos nagymezőn fordulunk vissza, hogy a Zsiványtoronytól túrázzunk fel a Zsitva forrásához. Felkapaszkodunk a Nagyinóc csúcsára, ahonnan hosszan ereszkedünk le túránk végpontjához, a Vezekényi emlékműhöz. Géza herceg, utóbb első Géza királyunk, minek utána álnok unokabátyjának, Salamon királynak seregére Pestváros mellett, a mogyoródi domboknál megsemmisítő csapást mért, annak trónját is elfoglalta. Ennek végeztével Géza a Barsi hegyek közé vonult vadászatra. Itt az egyik Garam fölé meredő sziklafal barlangjában megtört testű, imába merült aggastyánra bukkant. Salamon volt a száműzött uralkodó. Ekkor határozta el Géza, hogy ezen a helyen monostort emel Szent Benedek tiszteletére. Ez a monostor lett Garam Szent Benedek. Lassan ezer esztendeje már a monostor alapításnak, mert mifelénk bizony nem momentumokban, hanem évszázadokban mérhető a történelem. A kiváltságos és hiteles hely hosszú ideig a Garam mente szakrális és ha kellett védelmi központja volt. Elnémult, megviselt ódonfalaitól indulunk a vidék bejárására Füri László túratársunkkal, Farkas Zsolt szőgyéni plébános útravalójával. Ugye ez a régi Bars-Vármegye területén van, ez a hely a bánya vidékeknek az első fele, tehát bányászati érdekeltségű helyről van szó. A nyelvhatáron vagyunk, szlovákok, magyarok éltek egymás mellett. Itt a templom Szűz Mária, illetve Szent Benedek tiszteletére épült, román stílusúnak készült, de gótikus stílusúra építették át. A török időkben többször gazdát cserélt ez a terület, és a török támadásoknak köszönhetően a bencések elhagyták ezt a kegyhelyet. Aztán megpróbálták megszerezni többen is ezt a helyet, mivel stratégiai jelentőségű pont. Az újkori történelemből azt kell tudni, hogy a kolostort abban érintette, hogy ugye az 50-es években feloszlatták a szerzetes rendeket, és 50-től kezdve internáló táborként működött, és 70-100 szerzetes nővért tartottak itt fogva ezek között a falak között. Az érdekesség az, hogy az 1968-as forradalom során megfeledkeztek a nővérekről, és zárva maradtak a kapuk, és csak a rendszerváltás után nyitották meg számukra a kaput, a szerzetes nővérek visszatértek a eredeti szerzetjükbe, most már legálisan. Tehát ilyen szomorú dolgok is fűződnek ehhez a kolostorhoz, és annyira kegyetlenek voltak velük szemben, hogy itt mögöttem lévő ugye a kerengő, a kvadrum hozzá kapcsolódik a templomhoz, és ezt elfalaszták, azért, hogy ne tudjanak a templomba jutni a nővérek. De a nővérek olyan ügyesek voltak, hogy a fal részére
ami a legközelebb áll a templomhoz, oda egy Szűz Mária kegyszobrot tettek, és ott imádkozták a rózsafűzért, hogy a legközelebb legyenek a szentélyhez és a oltári szentséghez. És itt bent alakítottak két kápolnát. Most akkor invitálok benneteket a templomba, és nézzük meg a legértékesebb kincseinket. Itt látható a Szent György legendáját ábrázoló freskó. Ha tovább tekintünk, akkor ebben a kápolnában van az úrkoporsó a korpusszal együtt, amit megtekintünk. A főoltár, ugye a szárnyas oltárnak a közepén látható Krisztus, mint ítélő Krisztus, pantokrátor, és ezen az oldalon pedig ugye a Kohári családnak a sírboltja. Egész Kohári család sokat tett a környékért és a templomért is. Ugye itt vannak elhelyezve a család tagoknak a földi maradványa, és az egyik legjelentősebb személy Kohári István, aki a lévai csatában vesztette el az életét 1664-ben, bár ezt a csatát a magyarok a törökök ellen megnyerték. De hogyha körbe tekintünk, akkor nagyon értékesek a mi magyar múltunkat ábrázoló szentjeink. Itt vagyunk a Szentvér ereklye kápolnában, és Veronika kendőjének egy darabját látjuk itt. Közvetlen közelről róhatjuk rá a tiszteletünket. Ugye ezt az ereklyét Mátyás király idejébe kapta ez a közösség. Második Pál pápa 1483-ba adományozta Mátyás királynak, és úgy került ebbe a kolostorba és ebbe a ereklye kápolnába, és azóta itt őrzik. És ezzel a ereklyével adok áldást a ti utatokra, erre a vándorútra, az zarándokútra, hogy a Jóisten kísérjen benneteket. Újbánya bányaváros a Zsitva és Garam folyók között elterülő újbányai hegycsoport tövében, Bars vármegye északi részén, a Garam folyó jobb partján védett völgykatlanban fekszik. Az 1337. év körül néhány bakabányai polgár a benedeki konventtől malom helyet vettek bérbe. Oly feltétel mellett, hogy bérfejében évenként minden kerék után egy negyed ezüst márkát és ajándékban egy ezüstöt fognak adni. A város végleges megalakulása 1345-re tehető, mert ez évben Lajos király a várost szabad királyi és bányavárosi jogokkal ruházza fel. Így települt be és lett a hét középkori felső magyarországi szabad királyi bányaváros egyike, Újbánya. Már 1390-ben fel is építették ispotályos templomát, Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére. A német nemesfémbányászok és a malomkőfaragó iparosok ragaszkodtak ősi jogaikhoz. Többször keveredtek Csetepatéba a Szent Benedeki apátsággal. A város a török és a kuruc harcokat is alaposan megszenvedte. 1887-ben veszteséges bányáját bezárták, azóta csendesen éli mindennapjait. Szebb korokra emlékeztet a városháza, ami eredetileg vadászkastély volt, ahol gyakran vendégeskedett Zsigmond király leánya, Mária királynő is. Múltunkról mesél a főtéri Szent Háromságoszlop is, amelyen Szent István, Szent László, Szent Ilona és Szűz Mária szobrai díszlenek. Az újbányai szobrász Faragó József
díjtalanul faragta 1846-ban, amikor csak azért látogatta meg szülővárosát, hogy iránta való kegyeletének maradandó emlékben adjon kifejezést. Maradandó emlék a gótikus felső plébánia templom is, ami a török időkben elpusztult, de újjáépítették és szentélyét a boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. Épített örökségeink után lessük meg a természet kincseit, a várost határoló Újbányai hegycsoport értékeit. Na, még egy 10 perc a vízesés kell. Óhuta városrész fölött az erdőben szép kis vízesés bújik meg. A zuhatagot övező sziklák mentén emelkedünk tovább a Vojsin-hegy tömbjére. Az itt kijelölt tanösvény a hegységre jellemző természeti értékeket járja végig. A buják tömbjét magunk mögé utasítva, az Újbányai hegység harmadik legmagasabb csúcsára, a Vojsin kopasz tetejére érünk. Nem életünk legmagasabb csúcsa, de nagy meru ebbe a hóba. Nem hiszem neki. A Vojsin gerince két folyó vízválasztója. Az elnyúló hegytető pazarkör kilátást nyújt a Nyitra mentétől, a Tribecs és a Madaras hegységeken át a Selmeci hegységig. A hosszú dombok között elszórtan hegyi tanyasi szorvány települések ücsörögnek. Tudni kell erről a hegységről, hogy teret ad speciális falurendszereknek, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag felvidéken 5 olyan tájhegység van, ahol hasonlóan alakultak ki ezek a falvak, mint itt is, ez az Újbányai tanyavilág, és az az érdekessége, hogy gyakorlatilag ezek a legelők, tisztások, ahol most is vagyunk, ezek olyan földek, amik értéktelenek, tehát nem lehetett semmit ide vetni, legeltetésre használták, és akkor szépen lassan a faluból kiindulva épültek nyári lakok, gazdasági épületek, és szépen lassan a nyári lakból egész éves lak lett, tehát kiköltöztek, és egy-egy falu óriási területeken helyezkedik el. Hasonló, mint Erdélyben, Székelyvarság is egy ilyen település. Hogy hívják, stálok? Igen, stálok. Érdekes módon nálunk lazakoknak hívják, szlovákul is lazi. Itt is stáloknak hívják ezeket a szétszórt tanyákat. De úgy még hasonlít is a varsági tájra. És az is vulkanikus platón helyezkedik el, a Görgény Hargita platóján, és ez is egy vulkanikus hegység, bár nagyon sok vulkanikus formával eddig nem találkoztunk, de majd itt lesz egy ilyen andezit kőtenger. Az egyik tanyaközpontba kis ülésre ereszkedünk. A település határában egy különleges természeti kincs bújik meg a hóleple alatt.
A vulkáni tevékenység során felszínre tört, majd megszilárdult andezites lávafolyam felaprózódott darabjaiból képződött az úgynevezett andezit kőtenger. Ma már erősen megapadt a tenger, hisz a többszögletű, jó féltonnás darabokra töredezett kövek jó részét a környék népe elhordta építőanyagnak. Ahol az Újbányai és a Madaras-hegység találkozik, ott fekszik Pálos nagymező. Nevének előtagja egykori birtokosaira, a pálosokra utal, akik már a 14. században kolostort alapítottak itt. A török világban elpusztult középkori temploma helyére a 18. században építettek újat. Ekkor már jó részt németek éltek itt, akiket 1944-ben a kommunisták elhurcoltak. Jó részük már a vagonokba étlen szomjan zárva belehalt az embertelen körülményekbe. Így próbálták erőszakkal homogénné tenni a több nemzetiségű vidéket. Miközben a hegység északi peremét elérve visszakanyarodunk délnek Fenyőkosztolány felé, idézzük fel, mit is írtak egy évszázada a környék néprajzi érdekességeiről. A Zordvidék lakói eltótosodott magyarok. A férfiak Rákóczi kurucait vallják őseiknek, kik ezerdők rengetegébe menekültek a koron és a félreeső, romjaiban még most is látható Zsiványvárban húzódtak meg. Innét intézvén támadásokat a környékbeliek vagyon épsége ellen. A Zsitva folyó felett egy erdővel benőtt sziklatetőn ma is ott bújik meg romjaiban a Zsiványtorony. Ez vár, vagy valami? Őrtorony. Torony? Őrtorony, és a hivatalos megnevezése a Zsiványtorony. Valószínűleg zsiványok rablók tanyáztak benne, a legenda is ezt mondja, 18. században. És érdekes mód, ezt is a legenda mondja, hogy a zsiványok által itt fogvatartott leány robbantotta fel, és így pusztult el. Valójában a felső Zsitva mentét Újbányával összekötő kereskedelmi utat őrizte, ezért is lett felépítve, és úgy lett felépítve, hogy a utat azt tudja ellenőrizni. És a 14. században, ahogy Újbányában megindult a nemesfém kitermelés, akkor megnőtt jelentősége az útnak is, és az őrtoronynak is. Aztán valószínűleg, ahogy az út jelentősége csökkent, így az őrtoronynak is, már jó pár száz éve pusztul. Az időjárás nem az igazi, pedig most vár ránk a Habatortán a nagy nóctúra. Átkelünk a Zsitván, és akkor neki megyünk innen a hegynek. Na, induljunk is, mert még sok van. Gyerünk! Tapossuk a havat! A Zsitva folyásával szemben egyenesen a forrásáig túrázunk. A majd 100 kilométer hosszú folyó nyitrai torkolatánál már jártunk. Most egészen Nagyülés déli végéig kell mennünk, hogy egy vizenyős eróziós vájatban megleljük a forrását. Na, ide értünk. 680 méter magasan vagyunk, és a talba is mutatja, hogy itt van a Zsitva forrása. Hát 2003 május elsőn jelölték meg hivatalosan azt a helyet, ahol a forrás van, mert inni nem lehet belőle, nincs úgy kijelölve. No. Menjünk fel a Nagyinócra most. Itt az ideje, hogy nekiinduljunk az Újbányai hegység legmagasabb pontjára, a központi részén emelkedő Nagyinócra. Idefent még nyoma sincs a tavasznak. Túránkat erős hóesés kíséri. Alaposan átfagyunk, ránk is sötétedik, mire a csúcs alatti Nagyinóci turistaházba érünk. Ilyenkor megfáradva, megéhezve értékeli igazán az ember ezeket a hegyi menedékházakat. Isten éltessen benneteket! Egészség! Vacsora előtt, ahogy illik. Csúszon! Sziasztok!
Felvidéken gyakorlatilag bárhol jön az ember, azért arra nem kell panaszkodni, hogy milyen a kiépítettség, turisztikai jelzések, ösvények. Ez elég jó szintén van a turisztika, hát itt is többek között. Ugye hol vagyunk, ez egy olyan klasszikus szlovák turistaház. Nagy inulc alatt, meg van a hangulata, úgyhogy tényleg jobb helyet nem is találhattunk volna arra, hogy itt szálljunk meg. De miért én tanácsom, hogy minél többen jönnek ide, hogy ilyen közel Budapesthez kárpáti hangulatot találni, talán itt lehet a leggyorsabban. Két oldalt ki lehet érni, és olyan hangulatot ad, főleg ilyenkor így egy téli estén az erdő, itt mindenképp ki kell próbálni az embereknek. Tehát itt a fenyő már nem telepített az ismertető táblákon medvék, farkasok, kiúzok. Szerepel. Hát igen, a medvék érdekes is, hogy lehet, hogy reggel itt bekopognak az ablakon. Nekem egy nagyon régi álmom volt, hogy ezt a hegyet is meghódítsuk, az Újbányai hegység legmagasabb pontját. Ha a csóványos kilátójáról elnézek így nyugat felé, lehet látni, hogy az Újbányai hegység szépen belesimul a varommenti dombvidékbe. Szóval ez még úgy hiányzott a repertoárból, de neked pedig pont... Hát igen, te a csóványos kilátójáról nézed, én pedig Komárom-Esztergom megyei vagyok, Bajóti. Ott az Öregkőre, hogyha felmegyek, akkor az első hegység ez, amit látok ugye a Kárpátokból. Úgyhogy teljesen közel van, vagy amit elér az ember egy-két órán belül, az ez. És ha van egy kis időd, akkor te is egyből indulsz hegyek fel, de miért? Mi ennek az? Belső indítatás, mindenképp. A másfél millió lépés Magyarországon szerintem az indított el arra, hogy a hegyek útjára lépjek. Ugye először az Öregkő, utána a Gerecse, Pilis, Bőzsöny, aztán akkor utána a Kárpátokba, amerre tudunk, arra megyünk. És mi az, amit téged megfog a túrázásban? Amikor ilyenkor este így kimész, és akkor meghalod, vagy nem is meghalod, hanem átérzed a csendet, az egészet, hogy kint vagy úgy egyé válsz, úgy az erdővel, vagy a környezettel. Ezt így nem lehet leírni, ki kell próbálni. Napfelkelte egy inóc? Hát én javaslom, hogy korán kelljünk, mert megéri. Mindenki. Valószínűleg. Igen. Csak sikerül korán felkelnünk, hogy meglessük a napfelkelte fényeiben fürdő Nagy Inóc andezittönkjét. A hegytetőt kihűlt láva maradványok hatalmas andezittömbök borítják. Amerre a nap kell, a Selmeci hegység is szépen ébredezik. A csúcsról a hegytömb nyugati mellékgerincének vágunk neki. A Zsitva medencéjére ereszkedő domboldalon, a nagy vezekény feletti síkon egy bronz oroszlán hirdeti az örökké valóságnak a magyar harcosok diadalát. Állj meg, vándor, és olvasd! Szól az oroszlán. Ezen a helyen győzték le 1652-ben az érsekújvári főkapitány Forgács Ádám vitézei, Mustafa bég többszörös túlerőben lévő török seregét. Az Eszterházi család súlyos árat fizetett. Négy fivér, László, Ferenc, Tamás és Gáspár adta életét a hazáért, Európáért. Ahogy Eszterházi Pál naplójában fogalmazott, a döbbenetes véradó, melyet egy családtól egy napon, egy órában szedett a kegyetlen sors,
megrázta nem csak az ország, de az egész keresztény Európa lelkios méretét. Végigpásztázva a tájat messze nézünk, keresve korunk vitézeit. Vajon vannak-e még szélese vidéken, akik képesek áldozatot hozni, s felrázni az ország és Európa szunnyadó lelki ismeretét?